A Diákhitel Központhoz idén beérkező rekordszámú hiteligénylés és a hallgatók részéről tapasztalható folyamatos érdeklődés egyértelműen bizonyítja, hogy soha nem volt akkora szükség és igény a diákhitelekre, mint a jelenlegi járványhelyzetben a felsőoktatást is erősen érintő korlátozások közepette. A Diákhitel Központ a kormánnyal közösen úgy döntött, hogy a december 31-én lejáró hiteltörlesztési moratóriumot meghosszabbítja június 30-áig. Azt kell tudni, hogy nálunk a Diákhitel Központnál ez egy általános hiteltörlesztési moratórium hosszabbítás, tehát nem csak bizonyos társadalmi csoportokra vonatkozik, hanem minden diákhiteles, illetve volt diákhiteles ügyfélre, és az összes diákhitel termékre, tehát ugyanaz fog vonatkozni ezekre a hitelekre, törlesztésekre, mint ami március 19 és december 31 között vonatkozott. Egy automatikus moratórium lép életbe, vagyis hosszabbodik meg. A törlesztési szakban lévő ügyfeleknek nincsen semmilyen teendőjük, nem kell kérelmet írniuk, vagy nyilatkozatot tenniük. Automatikusan felfüggesztődik a törlesztési kötelezettségük. Ha nem törlesztenek, akkor késedelmi kamatot a Diákhitelközpont nem számít fel, illetve nem mond fel késedelem miatt szerződéseket. Viszont továbbra is módja van a törlesztési szakban lévő ügyfeleinek arra, hogy törlesztenek. Bármilyen beérkező összeget a Diákhitelközpont ingyenes előtörlesztésként elszámol az ügyfelek számlájára. A meghosszabbított hiteltörlesztési moratórium a társaság összes törlesztési szakban lévő 114 ezer ügyfelére kiterjed. A tavaszi időszakban 40 ezer olyan ügyfél volt, aki élt a moratórium nyújtotta lehetőséggel. A Diákhitel Központ rugalmas megoldásokkal készült, hogy a diákoknak, illetve a frissen diplomázott fiataloknak a legkedvezőbb lehetőségeket nyújtsa. Ráadásul 2018 óta családtámogatási elemek is beépítésre kerültek a rendszerbe. Fontos újítás volt a kormány részéről 2018-ban, hogy bevezethettük a családtámogatási elemeket a diákhiteleknél. Nagyon sok lehetősége, és szerintem ez az egyik oka annak, hogy egyre inkább nő a diákhitelek iránti érdeklődés, nyilván a kedvező kamatok és a flexibilis törlesztési lehetőségek mellett. 2018-tól él ez a lehetőség, hogyha egy családban megszületik az első gyermek, akkor az édesanyja a diákhitelének a törlesztési felfüggesztését kérheti, illetőleg a várandóság 90. napjától fogva kamatmentessé válik a diákhitel. Ha megszületik a családban a második gyermek, akkor az édesanyja kérheti a diákhitel tartozásának a felének az elengedését, ha pedig megszületik a harmadik gyermek, akkor a teljes diákhitel tartozását elengedi a Diákhitel Központ. 2018 óta mintegy 5000 édesanyának, mintegy 5 milliárd forint értékben tudtuk ennek köszönhetően elengedni a diákhitel tartozásokat, úgyhogy ez úgy tűnik, hogy egy nagyon nagy siker, és hát nyilván felmenő rendszerről van szó, most születnek ugye a gyermekek ezeknél a családoknál, úgyhogy a következő években valószínűleg még több édesanyát fog érinteni a kedvező lehetőség. A Diákhitel Központ a kormánnyal együttműködve a hiteltörlesztési moratórium általános meghosszabbítása mellett olyan lépésekkel igyekszik támogatni a felsőoktatási hallgatókat, mint a teljesen kamatmentes, szabad felhasználású, maximum 500 000 forintig igényelhető diákhitel plusz bevezetése, valamint a szabad felhasználású diákhitel egy havi maximális keretének 70 ezer forintról 150 ezer forintra emelése. A Diákhitel plusz sikerét jól mutatja, hogy pár hónap alatt majdnem 30 ezer hallgató élt a lehetőséggel, és jelenleg is napi mindegy 100 hallgató igényli ezt a december 31-ig elérhető átmeneti segítséget. Tájékoztatott Magyar Péter, a Diákhitel Központ vezérigazgatója.